Szeretettel köszöntök mindenkit. Azzal a örömteli egyben munkás hírrel szolgálhatunk a sajtóképviselőnek és rajtuk keresztül a kerületieknek is, hogy egy újabb kormányzat által támogatott, nevezhető egy nagy beruházással bővül a 16. kerületi fejlesztési paletta. A szakrendelő, az utak, a Szent Györgyi iskola és egyebek mellett az idei évben reményeink szerint a régen tervezett és óhajtott kerületi sportcsarnok, kézilabda csarnok építése is elkezdődhet kormány támogatással, és nem máshol, mint itt a Margit és a Sarjú utca kereszteződésében, egy önkormányzati telken, amelyet az önkormányzat ajánlott föl ehhez a kormányzat által támogatott projekthez. És hát tudjuk jól, hogy a kerületi sportélet az milyen aktív, a kézilabda élet is, tehát lesz lakója, lesz használója a kézilabda csarnoknak, amikor elkészül, és nem is akármilyen, egy igazán impozáns épületet álmodtak meg ide, és bízunk benne, hogy ennek a kivitelezése, megvalósulása is a többi nagy projektünkhöz hasonlóan jó ütemben és jó kezekben fog megvalósulni. A kormány döntés megszületett, a közlönyben való megjelenést várjuk, és abban a pillanatban gyakorlatilag a csapó elindul, és ennek az örvendetes újabb kerületi fejlesztésnek a felvonása vagy felvonulása is megkezdődik. Bízom benne, hogy itt is a kormányzat és a kerületi önkormányzat polgármester úr részvételével jó bázist ad, jó alapot ad, és a lehető legrövidebb időn belül a kerületiek használhatják ezt a csarnokot. Képviselő úr, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, a segítséget és a lobbizást, azt meg kifejezetten. Mondhatnám, hogy hurrá, mert hogy nagyon régóta szeretnék a 16. kerületiek, hogy legyen egy normál szabvány kézilabdapálya méretű tornaterem, vagy kézilabda csarnok a 16. kerületben, mert csapat van hozzá, a 16. kerületi KMS-e, a utánpótlás meg az ifjúsági korosztályban Budapesten és sőt a országosan is kivívta az elismerést és előkelő helyeket szerez mindenféle korcsoportban. Edzők is megvannak, egyedül az infrastruktúra hiányzott, de most már ez is meg lesz. Ezen a területen itt a Sarjúbánya alján a kerületi önkormányzat felajánlotta ezt a telket, amennyiben az állam ideépíti ezt a mögöttem látható kézilabda csarnokot, és lám-lám, meg is született a döntés, és ide fogják építeni, úgyhogy a Fejlődő Kertváros program újabb programpontja fog teljesülni, bár csak azt javasoltuk, hogy szorgalmazzuk, hogy legyen egy ilyen, de a szorgalmazáshoz találtunk egy nagyszerű harcos társat Szatmári Kristóf személyében, aki ki is harcolta azt, hogy legyen itt kézilabda csarnok, úgyhogy lesz. A jó hír az, akik ismernek, tudják, hogy én az Ikarusznak voltam igazolt sportolója két szakákban, atlétikában, meg kézilabdában. Az atlétikai centrum mögöttünk áll, a kézilabda centrum meg itt lesz, úgyhogy üzenem minden Tom Hauser Pista bácsinak, hogy amit én ígértem annak idején, az rendben van, jó? Tehát tessék kipipálni a nevem mellett a dolgokat, ezzel is végeztünk. Persze mindez nem jöhetett volna létre, hogyha nincs egy olyan parlamenti képviselőnk, mint Szatmári Kristóf, de hál' Istennek van. Isten óvja mindannyiunkat, mindenki vigyázzon magára, hamarosan véget ér a koronavírus járvány, és használhatjuk majd ezt a csarnokot sportolásra.